Jól kezdett Békésen az év első meccsét játszó vendégcsapat, de az első negyed végén már 20-20 állt az eredményjelzőn. A második 10 percet 9 ponttal a hazaiak nyerték, sőt a nagy szünet után 10 pont fölé nőtt a különbség, a kékcápák azonban egy 9-0-ás szakasszal visszajöttek a mérkőzésbe. A negyedik negyedben átvette a vezetést a Nyíregyháza Blue Sharks, de a békésiek fordítani tudtak. Ekkor egy 12-0-ás rohanás produkált Siska János együttese, amire már nem volt válaszuk a házigazdáknak, így győzelemmel kezdték az évet a kékcápák. Nehéz mérkőzésünk volt, erre is számítottunk, hogy a Békés az előző fordulóban megverte ugye a hazai pályán a Tiszaújvárost, és tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Szerintem jobban tudtunk koncentrálni, és fizikailag erősebbek voltunk, és egy védekezés váltással tudtuk igazából felülkerekedni. Két különböző félidőt produkáltunk, az első félidőben nagyon nem ment a csapatnak, ott igazából Zemanigent, aki kimagaslott, ő az egész mérkőzésen dupla-duplát csinált megint. Szura Attila nagyon jó teljesítmény nyújtott, ugye, hogy a Busz Ivánnak a csuklója kicsit kiment, megsérült, ezért nem tudott játszani, és a Szura Attila irányított utána, de jól oldotta meg a feladatát. Fazekas Csabi nagyon jó teljesítmény nyújtott, de igazából csapatmunka volt, hogy mindenkinek gratulálok. A nyíregyházi csapatból 5-en dobtak legalább 10 pontot, köztük Czura Attila, aki 19 ponttal járult hozzá csapat a győzelméhez. Az elején nagyon nehéz volt, mivel tényleg a Békés szerintem extra napot fogott ki. Utána összeszedtük magunkat, és igazából vitt tovább minket a lendület. Igazából ennyi volt, örültünk ennek a győzelemnek nagyon. A forduló további eredményei a következők: Mac 2 Óbudai Kaszások 103-81, Eger Miskolc 73-65, Debrecen Nagykőrös 121-42, Salgó-Tarján Budapesti Honvéd 71-60 és Tiszaújváros Hódmezővásárhely 80-83. A tabella élén a Miskolc áll 9 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 6 győzelemmel és 5 vereséggel a 6. helyen áll a táblázaton. A kékcápák kedden 17 órától a Hepkupa negyed döntőjében a Hódmezővásárhelyt fogadják a Continental Arénában.